Mocsai Lajossal kevesebb, mint egy nappal a magyar-spanyol EB-nyitó mérkőzés előtt beszélgetünk. Most már belakta a csapat a szállodát. Mit gondolsz a körülményekről itt Dániában, a szállodáról, az ellátásról, illetve a csarnokot is láttátok most már? Én annak idején a női válogatottal évente kétszer jöttem, vagy Dániába, vagy Norvégiába, hasonlóak a föltételek. Puritán, minimalista hotelben lakunk, minden szükséges rendelkezésre áll. Az étkezés egy északi típusú, úgyhogy előbb-utóbb a fiatalok valami komoly húsételre meg fognak éhezni. Így már egy nap után is ez a tapasztalat. A csarnok itt van, gyalog járása 5-7 perc. Esik az eső várhatóan a következő napokban is, így aztán busszal közlekedünk. A csarnok egy hatalmas, azt hiszem, hogy vásárcsarnokban vagyunk. Le van kerítve egy harmadába a kézilabda 4,5-5 ezres férőhely, mobil lelátóval, jó a talaja, nagyon kulturált a kinézete is, és azt hiszem, hogy gyakorlatilag is jól használható. Én azt gondolom, hogy a legfontosabbak mind rendelkezésre állnak, hogy puritánul, de a feladatra koncentrálva tudjunk dolgozni, így az elemzőterem külön Magyarországnak és az országoknak a gyúrás megoldott és a rehabilitáció. Tehát azt gondolom, hogy minden rendben van. Amikor beszélgetünk, akkor körülbelül 20 óra múlva hangzik el a kezdő sípszó a világbajnok spanyol válogatott elleni mérkőzésen. Tekinthetjük ezt az EB felkészülés hajrájának, ezt az utolsó 20 órát. Ilyenkor melyek a legfőbb szakmai feladatok? Az első dolog, hogy a csapatot olyan állapotba kell hozni, ami a küzdelemhez kell. Tehát a nagyon komoly teljesítőképes tudás mögötti érzelmi állapot kialakítása, a küzdőképesség javítása az a motiváció, amely mondjuk egy ilyen világversenyen szükséges. Ezen dolgoztunk ma több órát. Aztán elkezdődik a szakmai fölkészülés, az első mérkőzésre már egy előképet adtunk a stratégiai tervről, mind az alkalmazott taktika, mind a várható taktika oldaláról. És ezen túlmenően az az utolsó koncentrált edzés van, ahol az embernek ki kell választani azokat a súlypontozott feladatokat, amelyek eszenciálisan tartalmazzák az ellenfél játékstílusát, hiszen 1 óra 20 perc áll rendelkezésre a terembe körülbelül. Ezt az időt kell mind a támadó védőjátékra és speciális feladatokra felhasználni. Én azt gondolom, hogy fejlődött a válogatott sokat, nagyon jó hangulatba készül, rendkívül kiegyensúlyozott. Emberileg nagyon közel vannak a játékosok, és hát az a feladat, hogy egy olyan víziót fessünk föl, ami ugye nem a valós állapotot tükrözik, hanem még annál többre is képes legyen egy csapat. Itt a játék fejlődése során azonban meg kell alapítani, hogy van most egy olyan tendencia, amely a játék sebességének növelésével a stratégiai terv mind szélességi, mind mélységi redukálásával egy nagyon intenzív játékrendszer alakul ki, amely mind a védekezésben, mind a támadásban elővételező rendkívül sok munkával jár, hogy az ember egy gólt tudjon lőni. Ez a magyar válogatott ebben a felállásban minden egyes gólja meg kell küzdenie, sokkal több előkészítés, sokkal több helycsere, mozgás, olyan játékrendszert kell alkalmazni, ami hatékonyan tud fungálni, működni, míg a védőjátékban pedig megpróbálunk egy mélységbe tagozott nagyon-nagyon az átlövő játékosokra koncentráló, ugyanakkor a területet redukáló, és az átlövőket egy ilyen kényszerpályára kényszerítő speciális védelmet fölépíteni. Ez nagyon-nagyon sok energiával van. A csapat speciálisan csak két belső hármas védővel rendelkezik, akiknek egyáltalán, hogy végigvírják egy mérkőzést, vagy a mérkőzéseket, ez szinte lehetetlen feladat. Ezért próbálunk kényszer megoldásokat tenni. Tudjuk, hogy három játékosunk szerepel úgy, hogy sérülés után például egy francia válogatott orvosi hátterén nem is engedni őket ebben a rehabilitációs időben játszani. Ők vállalták az Európa-bajnokságot, és tudják, hogy ez nagyon fontos világverseny, és az ő pályafutásukban, és a magyar kézilabdázás számára is nagyon fontos. Úgyhogy látván a készségek, képességek, amelyek rendelkezésre állnak, azt hiszem, hogy az ambíció és a csapat együttes tevékenysége az összhang hibátlan, ami rendkívül fontos az az, hogy meddig bírjuk ebben a felállásban, ebben a
helyzetben. Én bízom benne, hogy be tudjuk osztani az erőnket. Megnézzük, hogy a spanyolok ellen egy fölgyorsított, sürgetett, forszírozott csere lehetőséggel tudjuk-e színvonalat tartani. Nem minden csapat bírja, mint ahogy láttuk ebbe az évben, és klubcsapatok is felreálltak azzal, hogy ebben az automatikus cserével ezt azt lehet megoldani azoknak a csapatoknak, akik azonos posztra hasonló tudású és hasonló fizikai állapotú játékosaik vannak. Hát mi ezzel most nem rendelkezünk. Tehát majd meglátjuk, hogy hogyan tudjuk kikímélni. A másik örömhír a nézők számára, hogy akik sokat gondolkodtak és írtak, hogy ebből és abból a csapatból hány ember hiányzik, örömmel jelentem, hogy mindenki itt van majdnem. Egy-egy hiányzó van, tehát fölösleges előre spekulálni. Ide eljönnek a legerősebb csapatok, a legerősebb felállással. Ez egy Európa bajnokság, ahol kézilabda ünnepe lesz, úgyhogy megpróbálunk méltán szerepelni. Köszönöm szépen!